A keleti csoport rangadóján az Élovas fogadta a második helyezettet, így nem meglepő, hogy Teltház fogadta a csapatokat a Banki csarnokában. A hazaiak már az első negyedben jelezték, hogy csak egy eredményt tudnak elképzelni, 10 perc után 11 ponttal vezetett a Sunshine Nyikse. A második negyedben újabb 10 pontot tett hozzá előnyéhez Kovács Tibor együttese. Fordulás után egy 22-0-ás rohammal állva hagyta ellenfelét a házigazda, így az utolsó negyedet már csak a szabályok miatt kellett lejátszani. Azt egy ponttal megnyerte ugyan a Békés Csaba, de a nyíregyháziak így is 39 pontot győzelemmel zárták a találkozót. A folyamatos kitartó rendszeres munkának köszönhető ez. A fiúkban már régóta súlykoljuk, hogy hát és ez nem újdonság, hogy minden munkának meg lesz az eredményért, eredmény csak úgy lehet elérni, ha munka van mögötte. Egy megfelelő rendezett rendszerben, szeret védekezésben, támadásban felépített munkát végeztünk. Már nem is olyan közeli jövőben, tehát szinte egész évben ezzel tudtunk foglalkozni, és most látjuk az eredményét, hogy a hasonló képességű csapatok ellen aránylag nagyobb különbséggel, a vártnál nagyobb különbséggel sikerült nyerni. Ez a fajta védekezés, amit mi mostanában már hát egy két hónapja már nagyon aktívan tudunk mérkőzéseken is abszolválni, és egyre jobban bejönnek ezek a begyakorolt rendszerű védekezési játékok, védekezési szituációk, erre nehezen reagáltak az ellenfelek, és ehhez a fizikum, a szerkezet, és azt gondolom az a fajta tudás, és az a fajta egymásra épültség, amit itt rotációnak hívnak a kosárlabdaberkekben, ez egészen jól működött, és ez a fajta jól működött védekezés hozta ezt az eredményt. Mint Kovács Tibor elmondta, a bajnokság legfontosabb szakaszára érett össze a csapat, mind a pályán kívül. Egy amatőr bajnokságban, egy amatőr csapatnál, ahol tanulás, munkahely, család és a többi azért bizonyos fajta akadályokat képez, váratlan akadályokat is esetlegesen, de én úgy gondolom, hogy szerkezete, a csapat szerkezetében, korosztályában egy nagyon optimális csapat alakult most ki, és ez látszik az ilyen csapat összetartásokon, az öltöző hangulaton, és a mérkőzéseken is most már egyre jobban, hogy tényleg csapat vagyunk, és ez is egy alapja a győzelmeknek. A csoport tabelláját a Sunshine Nyikse vezeti 24 győzelemmel, a 21 sikert számláló Békés Csaba előtt. A nyíregyháziak legközelebb pénteken a Deac 2 ellen lépnek pályára, majd egy szolnoki és egy Békés Csabai fellépés vár asztalosékra. A rájátszás után a négy NB2-es csoport első két helyezettjét négy párba sorsolják, és egy oda-vissza párharcot követően a továbbjutók egy négyes tornán mérik összetudásukat. A torna győztese ősztől az NB1B zöld csoportjában szerepel majd.